Révész Géza fotóművész nem kisebb témát választott fénykép kiállítása alapjául, mint a világ népességének nagy részét rémületben tartó koronavírus nyíregyházi megjelenése formáját. A Lencse végre kapott alkotásain szinte kiállt a csend, a néptelenség és a mögöttük megbújó félelem, valamint feszültség. Ugyanakkor a képein felfelvillan, megmutatja arcát a könnyedség és a humor is. Révész Géza fotóiból Nyíregyházán a József András Múzeumban nyílt kiállítás. Megnyitó beszédében Rémiás Tibor igazgató kiemelte, hogy Révész Géza fotói kitűnően bemutatják azt, hogy az elmúlt időszakban mit éltünk át. Sajnos még nem keveredtünk ki a pandémiából. A képekből árad az aggodalom és a félelem. Reális az aggódás, olyan szempontból is, hogy nem az a kérdés, hogy a járvány második hulláma visszatérre, hanem az, hogy mikor. Felmerül a kérdés, hogyan fogjuk megélni szeretteinkkel. Csutkai Csaba, fotóművész elmondta, hogy Révész Géza olyan témát fogott meg, mutat be, amely időszerű, aktuális és helytörténeti dokumentációs értéket is képvisel. A képeken jól látszik, hogy mélyen megdöbbentő az, amit a város a járvány idején megélt, tapasztalt. A képek időutazási hangulatot is árasztanak. A fotók egyrészt kordokumentumok, másrészt figyelmeztetések. Sugallják az embereknek, hogy minden rosszban kell találnunk valami jót is, ami fel tudja oldani a feszültséget. Látható, hogy létezünk, a város él, akkor is, ha járvány van. Révész Géza, a fotós kifejtette, hogy a képek fekete-fehérek, mert a témájuk nem vidám. Reméljük, hogy a folytatás vidámabb lesz, és kilábalunk a bajból. A fotósorozat a múzeum vezetőjének kérésére, kezdeményezésére készült el. Az alkotó megköszönt annak lehetőségét, hogy a képeket bemutathatja az érdeklődőknek. Ezután a látogatók megtekintették a fotókat. A hüvelyk ujjadat ne így tarts, Laci, hanem ilyen lazán. Jó? Szevasz! Na, nézzétek, a csodálkozatot megnézzétek? Nézzétek! Ja, nézzük! Mennyire félsz a koronavírustól? Én nem félek. Nem félek, megmondom miért, mert betartom azokat nagyjából azokat a szabályokat, a másfél métert, hogy amúgy kötelező a maszk, és Nyíregyházán és Szabolcs megyében meg tudjuk, hogy hála a jó Istennek aránylag alacsony volt a betegségek száma, vagy az elhalálozások száma, így egyfajta biztonságérzetem van. De komolyan kell venni természetesen. És volt-e valami nagyobb élményed a fotózás során, amikor ezt a témát fotóztad Lencsét? Volt, főleg az elején márciusban, amikor tényleg olyan üresség és csendesség volt, amit én nagyon ritkán tapasztaltam meg, főleg ha esetleg ugye nagy hó esett le hirtelen, pár évvel ezelőtt is volt egy ilyen helyzet, akkor volt ennyire csendesség ott a város, és ez nekem nagyon tetszett meg. És az lelki traumát nem okoz, ezeket a szörnyűségeket készítem ezt dokumentálni, ezt eltenni, nem. Emlékbe? Nem okoz, sőt, kihívás. Hát ezt kíván szakmai kíván, értem. Így van. És közeljövőben van valami nagyobb terved, ilyen hasonló? Hát lett volna egy klímavédelemmel kapcsolatos, egy klímavédelemmel kapcsolatos tervünk a német Zsolt barátommal, de az az igazság, hogy pontosan a járvány ezt a kiállításunkat meghiúsította. Ez közben mindig fent van, napirenden van és felszínen van. Hát várjuk a lehetőséget, hogy mikor tudjuk. Tehát a következő ilyen nagy téma a klímaváltozás lenne. És ezt az anyagot máshol be lehet mutatni, vagy tervezed máshol éppen mutatni? Tulajdonképpen be lehet. Tehát ha valakinek ötlete, kedve van, akkor természetesen igen. Végül a fotók közül néhányat megmutatok közelebbről is.